Szeretettel köszöntöm a tévénézőket. János evangélium a 8. részéből olvasok fel néhány mondatot. Amikor ezeket mondta Jézus, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Nemzeti ünnepre készülünk, és már holnap március 15-e, és ilyenkor kitűzzük a kokárdát. Nyilván nagyon fontos számunkra, magyarok számára a kokárda. Egyrészt a nemzeti összetartozásunkat szimbolizálja, másrészt a szabadságvágyunkat is kifejezi. Általában igaz az emberre, hogy nagyon vágyunk a szabadságra, ránk magyarokra még inkább igaz. Különösen is feszíti a szívünket ez a szabadságvágya, hogy Petőfi megfogalmazta, szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet, a szabadságért föláldozom a szerelmemet. Tehát a szabadság Petőfi szerint a legfontosabb érték. Nézzük, hogy Jézus mit gondol Petőfiről, vagy az ő gondolatairól. Hát ahogy hallgattuk ezt az igét, amit felolvastam, láthatjuk, hogy Jézus egyetért ebben Petőfivel. A szabadság valóban a legfontosabb érték. És Isten akarata az, hogy nekünk szabadságot adjon. És hogyha ez így van, akkor nagyon fontos megértenünk a Biblia gondolatait a szabadságról, mert mi nagyon vágyunk a szabadságra, a legfontosabb érték számunkra, Isten meg akarja nekünk adni a szabadságot, tehát hogyha a szabadság hiányában vagyunk, akkor ott valami probléma van. Nézzük, hogy hogyan gondolkozunk mi a szabadságról, és hogyan gondolkozik Isten a szabadságról. Amikor mi szabadságról beszélünk, akkor legtöbbször a külső szabadságunkra gondolunk. Arra koncentrálunk. Abban látjuk a szabadságunkat, hogy a külső körülményeink szabad mozgásteret adnak nekünk. Nem csak politikai elnyomás alatt van ez így. Gondoljunk csak bele, hogy a gazdasági helyzet például. Melyikünk ne tudna nagyobb mozgásteret elképzelni? Jobb gazdasági körülményeket, hogy szabadabban mozogjunk. Vagy a kapcsolatainkban. Sokszor úgy érezzük, hogy hát emberek akadályozzák a kiteljesedésünket, és nekünk nagyobb mozgástérre van szükségünk. Lényeg az, hogy külső szabadságra koncentrálunk, Jézus pedig mindig a szív szabadságáról beszél. Őt a szív szabadsága érdekli, és pontosan ebben kerül konfliktusba a kortársaival, hogy ők is a külső szabadságot várják, és Jézust is ebbe akarják bevonni, hogy szabadítsa meg őket a külső elnyomó hatalomtól. Jézus pedig nem megy bele ebbe az utcába, mert azt mondja, hogy a szív szabadságánál nincs fontosabb. Aztán amikor mi a szabadságról beszélünk, akkor általában azt úgy értjük, hogy függetlenek vagyunk. Ugye a lelki szabadság és függetlenség. Azt csinálok, amit én akarok. Független vagyok mindenkitől. Jézus pedig azt mondja, hogy pont ez a függetlenségi törekvésünk tesz minket rabbá, mert a szabadság az nem függetlenség mindentől és mindenkitől. A szabadság nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, hanem a szabadság egy szeretett kapcsolatban való kötődés. Ahhoz a valakihez, akitől az életünket kaptuk. Így beszél, amikor azt mondja, hogy az igazság tesz szabadokká bennünket. Hogy a fiú, mármint hogy ő szabadít meg bennünket. És hogy azok a szabadok, akik az atyaházában vele szeretett kapcsolatban vannak. Az Isten szerinti szabadság azt jelenti, hogy fiú vagy az atyaházában, szeretett gyermek, függsz az életed urától, az Istentől, és el tudod mondani, hogy azért vagyok, aki éjt minden. Én hozzá tartozom. És így vagyok szabad, mert ő vigyáz rám, mert ő vezet engem, mert tőle függ az életem. Tehát a szabadság kulcsa az, hogy mi elfogadjuk azt, hogy Istentől függ az életünk, és ne legyünk semmi másnak a rabjai. És erre a szabadságra tud bennünket a különböző rabságainkból Jézus elvezetni. Ezért mondja azt, hogy ha a fiú megszabadít titeket, mármint hogy ő, akkor valóban szabadok lesztek. Ő az, aki vissza tud vinni minket az Istenhez, a vele való
valódi közösségbe, hogy valóban szabadon tudjuk élni az életünket. Ez minden külső szabadságnál fontosabb, és nagyon fontos lenne, hogy ezt megértsük, nemzeti ünnepre készülve is, az Istentől való függés az, ami igazán szabaddá tesz bennünket. Adja Isten, hogy mi magyarok is ebben lehessünk szabadok, az Istennel való élő kapcsolatban Jézus Krisztus által.